Meleg Attilával folytatjuk, a Corvinus Egyetem docensével, szociológussal. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, azzal kívánok. Kapcsolatban, hogy egy picit mintha javulnának a számok azzal, arra vonatkozóan, hogy mennyi magyar tervezi külföldön a jövőjét, az adminisztratív nyilvántartás szerint 29.400 magyar távozott tavaly külföldre. Ugye ennél nyilván a szám nagyobb, mert hogy ezt nem mindenki jelenti be, nem lehet így mindenkit nyomon követni, viszont ez 10%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Viszont a trend az milyen? Tehát ugye ezt a KSH a vonatkozó éves népmozgalmi jelentésében hozta ki. De most a migrációs adatok azok mindig nagyon rossz adatok. Azért, mert nagyon komoly problémákat vet föl. Ez egy olyan adat, alapul, ami az egészségbiztosításból való kijelentkezést jelenti. Tehát azt mondja, tehát ez nem a statisztikus hibája, a statisztikus ugye megpróbál mindenféle forrást használni arra vonatkozóan, hogy az adott jelenségről tudjon valami mérhető számot mondani. De most ebben az esetben ugye ez azt jelenti, hogy valakinek le kell mondani az egészségbiztosítását azzal, hogy ő külföldre távozott, és mindenki más, aki ezt nem teszi meg, tehát föntartja valamiképpen ez az egészségbiztosítását, vagy egyáltalán nem foglalkozik a kérdéssel, az ebben nem fog megjelenni. Mindenesetre az idősor azért ettől figyelhető, hogy ez hogy alakul, és akkor abban tényleg látunk egy viszonylagos stabilitást. Most tehát inkább azt mondhatjuk, hogy nem nőtt ez a szám. És ez végül is már öröm? Hát mindenképpen ugye probléma a jelentős elvándorlás, ennek a térségnek meg különösen nagy problémája, hiszen demográfiai szempontból ugye a termékenység, a halálozás és együtt a migráció azért egy nagyon komoly népességfogyást jelent, tehát azok a rémképekkel lehet dolgozni, hogy itt tényleg millió számban, nem csak Magyarországon, hanem a térség más országaiban is csökkenni fog a népesség, és átalakul a belső szerkezete, ami, ha nemzetállami szempontból nézem, mindenképpen problémákat fog jelenteni. Majd nézzük nemzetállami, meg térségi szempontból is, viszont még egy pillanatra a szemre visszatérve, aki ezt megteszi, hogy az egészségügyi rendszerből kiiratkozik, az már biztos, hogy hosszú távon képzeli azért a jövőjét külföldön. Viszont mennyire lehet reális az, hogy aki nem iratkozik ki, de külföldön él, az a szám mekkora lehet? Tehát asraütésszerűen nem szabad mondani semmit. Tehát ezt nézni kell, hogy hogy alakul. Most egy dolog ebben segíteni fog, a KSH megcsinálta tavaly a mikrocenzust. Uh-huh. A mikrocenzusban nagyon komoly erőfeszítéseket tettek arra, hogy a migrációt jobban tudják mérni. Ez különben egy korábbi projektben mi magunk kidolgoztuk, hogy ez hogyan lehet megcsinálni, és akkor már két adatunk lesz, tehát lesz egy 2012-es adatunk, és lesz egy 2016-os adat, és akkor már jóval jobban lehet tudni. De az a szám... És ez az azért lesz jobb szám, mert ott tulajdonképpen majdnem mindenkit megkérdeznek arról, hogy van-e a saját háztartásában olyan, aki elvándorolt. És ez és az elvándorlásnak a különböző jellemzőire is rákérdeztek. Ez mindenképpen egy jobb szám lesz, de ugye az a nehéz, amit el kell mondani a közvéleménynek, hogy ez egy nagyon nagy erőfeszítést feltételez. A nagy erőfeszítést nem lehet állandóan fönntartani, úgyhogy ebben türelem kellene, és ugye a vagdalkozás helyett, ami migrációs ügyben azért ezt az országot jellemzi, vagdalkozás helyett türelemmel figyelni kellene, hogy ez mi van, és ezeket az adatokat kell még pontosabban. Hát megtékeni. Igen, mert hogy ugye hát ez egy politikai kérdés is lett. Az ellenzék általában azt mondja, hogy annyira szörnyű itthon a helyzet, alacsonyak a bérek, kiszámíthatatlan az élet, nincs egy nyugalmas légkör, ezért sokan elmennek. A kormány meg általában úgy reagál, hogy persze menjenek el, lássanak világot, főleg a fiatalok, akik ugye nagyobb számban hagyják itt az országot, de aztán majd visszajönnek. Erről mit tudunk? Na most ez egy nyitott tér, tehát ugye az Unió ebből a szempontból egészen egyedi, a világ nagy blokkjaival összehasonlítom, akkor tulajdonképpen csak a volt szovjet területekkel hasonlítható össze, abból a szempontból, hogy a szabad mozgást engedi. Másod ugye szabad tőkemozgás van, meg szabad kereskedelem van, de nincsen szabad, az embereknek a szabad mozgása. Itt ez megvan, és az egyenlőtlenség nem csökken, tehát ugye az a várakozás, hogy majd ez a térség valamiképpen felzárkózik az Unió többi térséghez képest, ez nem történik meg. Akkor ez nem tehát igaz, egy nyitott térben tartós egyenlőtlenség, ebből az következik, hogy az emberek egy része mindenképpen próbál, és közben nagyon nagy nyomás a munkaerőpiac, akkor minden szempontból. Tehát itt van egy dolog, amit nem szabad elhallgatni, még pedig az, hogy az élő munka szerepe az egyre lejjebb megy, tehát a szelekciós verseny, hogy ki hova mehet és mi történhet vele, ez sokkal élesebb.
Ezért ez a migráció, ez nem hiszem, hogy nagyon csökkentett, tehát ez csak politikailag értékelni egy ilyen dolgot. És akkor az sem igaz, hogy ahogy a térségben Magyarország van nagyon drámai helyzetben, mert hogy a románok, a Bulgária hasonlóan küzd ezzel a problémával. Sőt, hát ők ugye még jobban küzdenek. Itt ebben a térségben ez már komoly nemzetállami kérdéseket fog föltenni. Tehát, hogyha Bulgáriában például megtörténik az, hogy a következő 40-50 évben ilyen tempóban csökken a népesség, akkor lesz egy 5,5 milliós Bulgária, amelynek a korösszetétele katasztrofálisan fog kinézni. Most mit csinál az a nemzetállam a saját a szolgáltatási rendszerével? Hogyan lesz a nyugdíjrendszer, az egészségügyi rendszere, hogyha jelentős részben az aktív népessége az nincsen helyben? Akkor ezt nem is lehet egy-egy országon belül kezelni várhatóan ezt a problémát. Mi lenne mondjuk a régiós megoldás? Ez egy nagyon jó kérdés. Itt ezen kellene gondolkozni, és amikor itt az unió reformjáról beszélnek, akkor, és ez ugye politikailag is nagyon sok helyen előkerül, akkor itt azért a szociális kérdéseket elő kellene bizony venni. Mert hogy hát ha valamit lehetne, hogy az unió szintjén kellene ezzel a dologgal foglalkozni, mert az nem megy, hogy a kelet-európai országok teljes egészében csak kiszolgálják a más munkaerőpiacokat, mondjuk a német vagy az osztrák munkaerőpiacot például mi nagyon jó, kiválóan ellátjuk viszonylag jó munkaerővel. Tehát ezzel a kérdéssel szerintem unió szintjén is kéne változtatni. Tehát például ezért is fals az a beszéd, hogy az unió szintjén a bevándorlás a nagy kérdés, nem csak a bevándorlás a nagy kérdés. Az unió egy jelentős részében a Baltikumtól le, mondjuk Szófiáig, az elvándorlás egy nagyon komoly probléma. Egész pontosan nézzük, akkor mondjuk egy nézőnk, aki abban reménykedik, hogy az unokája, a dédunokája az még a határon belül marad hosszú évtizedekig, akkor konkrétan mik azok a lépések, amiket meg kéne lépni egy-két évtizeden belül? Na most ez egy jó dolog. Az egyik, hogy egy kicsit át kell komponálnunk. Sajnos az, hogy van elvándorlás, ezzel együtt kell tudni élni. Sajnos a nagymamáknak is, az én édesanyám is kiválóan Skype-ol velem, bárhol vagyok. Tehát most már egyszerűen nem lehet ezen. Inkább erre készüljenek fel is. Tehát nem, de ez egy fontos dolog, ez munkavégzés szempontjából is fontos. Egy adott közösség, tehát Balmazújváros elveszít valakit, akkor mondjuk nem kellene elfelejteni, ezt most csak egy nevet mondtam, nem kellene elfelejteni, hogy ez a valaki elment és ért valamihez, valamilyen szakmája van, és tudja esetleg ez a közösség, a magyar helyi közösség, tudja használni ezt a szaktudást. Tehát át kell egy kicsit kombinálni a dolgot. Másrészt nyilván keresni kell, hogy ezek a kapcsolatok ne épüljenek le, tehát hogy vissza tudjon jönni, és hogy valamiképpen előrébb tudjanak menni. Tehát ezt át kell gondolni. Azt, hogy itt nagy számban haza lehet csalogatni majd az embereket, és nem ebben a térben fognak mozogni, én azt egyelőre illúziónak tartom. Hát legalább akkor hiú ábrándokat nem kergettünk. Hiú ábrándokat semmi esetben. Köszönöm szépen, hogy én itt köszönöm. Volt.